Sziasztok, ez itt a Bögre csatorna, én Balázs vagyok, és folytatjuk a Crusader Kings 3 Let's Play sorozatot, ott, ahol legutóbb abba hagytuk. Két darab achievement vár még talán arra, hogy begyűjtsük ebben a Let's Play-ben. Az egyik a ilyen artifact készítős dolog, a másik pedig a kulturális elfogadás, ami jelenleg úgy áll, hogy 93%, úgyhogy király, ez nem sokára felkattog, és akkor tudom, hogy már valószínűleg úgy nyáltuk, hogy mindig megszámolom, de megint meg kell számolnom, hogy hogy állunk, és valami rendszert ki kell találnom, mert... Szóval... Mi vagyunk a cseh passzói kultúra. Csehek bírnak, egy. Szlovénok nem bírnak, pedig azt hittem, oké. Tehát az egy a csehek. Polábiaiak fel fognak katonni, szóval azt is bele számolom, az kettő. A bajorok három. A passzóiak négy. A smákáderiek öt, közel meghalt az udvari architektem. A hollandok, ha megvannak, az lesz a 6. A Wormsieket kicsit még javítani kell, de az 7. A svábok nem. És akkor szerintem így az így ennyi. Nem tudom kihagytani valakit, valószínűleg nem. Tehát 7, és akkor ehhez kell még szerezni 3-at. Ajaj, ez egy jó kérdés, hogy kik lesznek azok. Közben itt a... Ja, a rétületi baranyai kultúra, most nézem, lol, meg az ungvári kultúra, az azért kemény. Meghalt a barátom Ferdinánd. Szóval, akkor még 3-at kell hozzá szerezni. Akkor a sváb az egyik, azt én nem számoltam bele, 89-en van. Amiből lehet valami. A... Lotaringiai az még egy. 84-ről, meg a lengyel 83-ról. Mondjuk... De majd nyilván, hogyha közelebb kerülünk, akkor látjuk a dolgokat. Szóval amúgy a hollandot szerintem én hagyom is most már békén. Mert a hollandok innentől kezdve felkattognak maguktól gyakorlatilag jövőre. Hanem akkor kezdjük egy olyannal, aki eléggé lent van, mondjuk a lengyelek. A lengyelek lehetnének, nem? Legyenek a lengyelek. 0,58-an növekszik, szóval hogy arra még rádobunk egy embert is, akkor azt szerintem elég jelentősen meg fogja dobni. 1.37, teljesen jó. Teljesen jó. És akkor a lengyeleket felvisszük, nem tudom, 90-ig, és aztán elkezdek valaki mást megint így vegzálni ezzel kapcsolatban. A pápa fizet nekem, mint nem lenne holnap, és az új Dynasty Legacy. Várjál, a custom-mel azzal megvan, tehát nem nagyon tudjuk javítani már az elfogadást ilyen módon, szerintem, mert azt a custom csinálta csak. Culture Fascination Progress, ez nem az. Culture Acceptance Gain plusz 20%. Yep, ez az volt. Oké, okay. A Power and Prosperity, az pedig ad nekem Building Construction, Monthly Stewardship, jó. Tök jó. Nagyon kevés a bevételem, nem tudom mi történt pontosan, de azt tudom, hogy mit tudnék tenni ennek érdekében. Hát nyilván fel kell fejleszteni mindent is. El kell költeni pénzt, hogy legyen pénzünk. Ilyen egyszerű ez a dolog. Érdemes mindig udvart tartani, amikor lehet. Vagy meghallgatni a commonereket, amikor lehet. Mert tőlük jöhet be Culture Acceptance. Van egy olyan esemény, ami rengeteg Culture Acceptance-et ad. És ez így tök jó. Lássuk, hogy ezúttal szerencsénk lesz. Szerencsék lesz-e, és véletlenül kinyomtam azt, hogy szóljanak, amikor ez elérhető válik. Remek. Jaj, van egy csomó földem, úgy láttam, nem tudom, mi történt. Valószínűleg, ja, az északi hódítást, jó, azt mondják, oldjuk. Szóval, mit szeretnének önök? Itt van az első. Duke Johann Torbjörnsson of Prussia. És azt szeretné, hogy mindenki, aki vész az Independence Faction-ben, az így csökkenjen, amit fizetnie kell nekem. Nem hiszem, hogy ez annyira fontos. Mennyire erős az Independence Faction egyébként? Hát, amúgy... Figyelj! 56, tehát most 61-re felmegy, hogyha azt mondom neki, hogy no. De közben gondolom vannak innen emberek is benne a frakcióban, akik nem sokára úgy jelentenek majd problémát. Például ott van ő. Duke Johann Torbjörnsson, például ő. Benne van simán. Nem tudom, mi legyen. Nem akarom ezt megnyomni. Ez nem lehet, mert humble vagyok. Mondtam, hogy felejtsd el a többieket, Johann. Mondják azt, hogy veszélyes játékot játszol. Én most ezt bevállalom. Grandmere Bow, Visby. We
Ó, igen, ezt szerettem volna. We hold a big festival celebrating both of our cultures. 500 forint viszont a bajorokkal és a svédekkel nő. Ja nem, nekünk a svédekkel nő feléjük az elfogadás 20%, ami valószínűleg baromi alacsony. De oké. Legyen. Jó, hát figyelj, megéri, van rengeteg pénzem. Végül pedig Empty Granaries. Van-e olyan lehetőség, ami bárhogy segíti a jelenlegi céljaimat? Ah, tudok nektek pénzt, azt legyetek vele boldogak. Oké, király. Amúgy ő ki van átkozva, szóval nem tudom. Biztos nagyon örül neki a pápa, hogy én ilyenekkel beszélgetek. Na milyen a svédekre úgy a kultúra és elfogadásom így? 45, gondoltam, és ez már rajta van a 20% plusz. Durva cucc. És még így is nagyon alacsonyan van. Mersoni Harrier Coast. És akkor itt éjszaka el kéne intézni a dolgokat, igaz? És hogy van az öröklés? Átálltunk. Nem álltunk át? Wait, what? High Partition-ben vagyok. Miért vagyok High Partition-ben? Miért nem vagyok House Seniority-ben? Visszaálltam? Úristen, nem emlékszem, mi történt az előző részekben. De nem tudnék átállni, mert ő még mindig utálja az elképzelést. Akkor szvéjellek egyet. Nem kell, hogy elcsábítsanak, de most én 56 vagyok, az egészségem rendben van, annak ellenére, hogy részeges vagyok, meg verem magam. De hogy esküszöm, emlékszem, hogy mit beszéltünk. Most elveszíteném pomerániai címet, lengyel címet, akvitániai címet, Szilézia hercegségét, Lignitz, az a lengyelen jár együtt, gondolom. Végülis itt meg tudjuk egyébként ezeket semmisíteni. Vagy kiadni valakinek. Tehát mondjuk Akvitániát meg tudom semmisíteni, és akkor nem lesz abból semmi szerintem. De jövőre vassza azok indulok, akkor én will lose 25 opinion for 10 years. God damn it. Oké. Akkor meg végül is kimehetnek ezek, mert végül is nincs olyan nagy baj vele. Ezért baj, hogy nem egyben veszem egyébként ezeket a részeket, mert egyszer elfelejtem, hogy ebben az adott Let's Play-ben éppen hogy állunk, meg mi történik. Biztos vagyok, hogy ezt már néztük a múltkor, hogy úristen, várjál, itt valami fura dolog történik, mert hogy arról volt szó, hogy valamiért már nem vagyunk primogenitúrásak. Nem, ezt nem akarom áttolni még. Opp, egy gyorsan egy szponzor. Két szponzor is van. Az egyik egy korona, nincs rá szükségem, de csináld. A másik meg egy könyv az Intrigue-ről, szintén nincs rá szükségem, de csináld. Ó, és megvan az Achievement, Inspirational, jó, na! Emiatt aggódtam a legjobban egyébként, mert ez az, amit nem tudok mérni, hogy ez így hogy alakul, hogy mennyinél állunk, de akkor ezek szerint a 30-at így pont teljesítettem. Újabb Achievement unlockolva, juhú! Éljen, éljen! Visszatérve az öröklésre. Esküszöm, emlékszem, hogy mi volt. Van két fiam, és valamiért High Partition-ben vagyunk. Ennyit tudok én most. Várjátok, próbálok átállni Primóra? A Primói még van 11 év. Lehet az a terv, hogy kibírni élve addig. Ó, nyilván hármas a learningem, basszus. És a feleségemet átállítom, hogy segítsen. Petron nincs, és akkor nem lehet gyorsabb egy picit. Csak egy picit. 10 év, egy picit gyorsabb lett egyébként. Szóval, gondolom, ez tök jó. Na, itt a büdös. Itt van pénz, légy szíves, mennyi, vigyétek innen a bűzt. Viszont ezzel meg nagyon sok földem lett, ilyen kicsit túl sok is. Ha minden igaz, akkor amúgy arra emlékszem, hogy neki odaadtam a bajor címet, az megvan, jó. Akkor itt viszont ki kell osszogatnom, lehet, hogy az egész északi címet ki kéne adni, főleg mert megjöttek a srácok. Ki legyen a Duchess Bathilt, hogyha a barátom az nem egy rossz állapot. Szóval, ő szeretnék csökkenteni a korona hatalmát, és ők mind svédek. Úgyhogy én kinevezek ide. Ha képzeljétek el, hogyha azt mondom, hogy local noble,
akkor növekszik a cultural acceptance. Hogyha azt mondom, hogy Chernobyl, akkor nem. De ja. Legyen egy Cseh nemes, meg ide is. Én ezeket most mind-mind kiosztogatom valakinek. Ezt nem tudom. Lödözét valamiért. És akkor ez a Cseh nemes, ez volt a Cseh ember. Aha. És akkor neked adom a svéd király címet. Vagy csak dolgozunk egy nőre hercegekkel? Meg hol van még telkem? Még elvileg van egy csomó telkem valahol. Ja, bajot odaadtam, itt van pár. Ez a kettő, Lignitz és Vratislavban, ezek nem kellene, hogy hozzám tartozzanak feltétlenül. Kettő semmiképpen sem kell. Lignitzet odaadjuk Mutinának. Vratislavot egyenlőre megtartom, ez 10 per 7. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jó, Berunt megint ki lehet ezt adni valakinek. Ugye majd visszaveszem, hogyha mégiscsak kell. Jó, 9 per 7. És akkor az azt jelenti, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tehát odaadjuk ezt a kettőt. Itt van egy Grandmaster, ezt meg lödözét nem tudom odaadni. Ha fogok valami randót neki, hogy te figyelj már te ember. Grand Title, Wastergott talán, akkor oda tudom adni érdekes módon. Szóval vigyed. És most vagyok 8 per héten, és azért vagyok 8 per héten, mert sajnos ugye a primogenitúrára próbálok fókuszálni. Souls Patronage plusz 5. God damn. Mit tudok én megszabadulni? Hát akkor ettől gondolom, Vratislavtól. Hogyha Vratislavot elengedem, akkor gyakorlatilag semmi alapja nem lesz ennek a gyereknek, amire építheti majd a királyságot. A saját királyságát. Vagy odadom itt ezek közül valamelyiket valakinek, kiadom a kezem közül, ami nagyon nem tetszik nekem. Mi vagyok, Stu? Marshall Lifestyle, mondjuk az teljesen fölösleges egyébként. De oké, Marshall, legyek Marshall. 8 per 7. Hát már pedig valamit itt meg kell csinálni. Vagy akkor lemondok arról az egy évről, és remélem, hogy túlélem. Hát nem tudom. Valószínűleg, hogy azon az egy éven nem fog múlni. Úgyhogy akkor segíts a doménben, és akkor ezeket megtarthatom. Tehát valószínűleg azon az egy éven nem fog múlni, mert szerintem nem fogom megérni egyébként azt a kort. És felment 25 ezerről 40 ezerre már is a katonáim száma, így hogy megint 8 per 8-on vagyok. Szóval szerintem nem fogom megérni 67 éves kort, tehát nagyon sok negatívom van ahhoz. A részeges, meg a magátverő, ezek nem szoktak sokáig élni feltétlenül. De akár azt is lehetne csinálni, hogy most kivételesen megtörni a szokás rendet, és azt mondom, hogy a few peasants high quality. Ő azt szeretné, hogy emberi, wow, te mit is készítesz nekem? Te készített a könyvet? Mert emberi eszköz, emberi dolgok kellenének a dologhoz. Ahhoz, amit ő készít. Hát ez nagyon izgalmas. Használhatja a börtönömet, vagy használja a parasztokat. Használja a börtönömet. Vannak ott emberek, akikből lehet dolgozni. Szóval több okból is lehet, hogy át kellem most állnom nekem arra, hogy nem ez, hanem itt átállni a learningre. Így szerezni a Hall of Bodyfight, egy kicsit kipakolni. És akkor ugye kapnék plusz egy learninget, tehát gyorsabban a dolog, meg small boostot az élethez. Vagy esetleg, hogyha nagyon bátor vagyok, akkor a scholarship fókusszal megyünk, és az meg három learning. Ez már is felgyorsítja a dolgokat. Jó, menjünk a scholarship bónusszal, úgy döntöttem. És akkor itt ugye jó lassan fogom szerezni, bár nem annyira lassan, mert hogy vannak cuccaim, amik elvileg ebben segítenek. Tehát például ezek a ilyen könyvek az udvaromban, amik felgyorsíthatják. Vannak az én udvaromban ilyen könyvek, amik plusz
százalékot adnak. Kort artifacts. Ezt sajnos nem lehet szűrni, pedig igény az lenne rá. Frankin and Book about Books, tehát Bounty Lifestyle Experience. Jó, ez ki van rakva. Ez a learning-es experience-et adja. Aztán van a Lajos Books of Hour, ez is learning-et, tehát ez nincsen kirakva. És minek a helyére lehetne rakni? Itt van a Franconian Book About Books, ez pedig a... Ez 15% Monty Learning Lifestyle, tehát azt nem érdemes lecserélni. És azt hiszem ezt a kettőt lehet csak. Tehát Lajos Book of Hours, azt nem lehet máshova rakni, mert két slot van neki. Hát akkor igazából mindegy is. A többi nem hiszem, hogy adna bármilyen hasonló bónuszt. Viszont akkor nem kapom én annyira gyorsan, vagy lassan, mint amennyire gondoltam. Ezt a TP-t. Tehát azért van rajta egy... Milyen bónusz? 82 plusz 32 per month, 25 a base. És akkor van rajta egy 5, 10, 25, 30%, ez olyan, mint hogyha 3-as lennék, 3 csillagos lennék. Ami azért nem rossz. Lássuk be. Jó, most már visszatérhetek ide, például Mazúria miért nem akar csatlakozni hozzám? Mert egy vanker. Én meg ideg összeroppantam, mert meghalt a barátom, de csak most lettünk barátok. És akkor ihatok, meg verhetem magam, remek. Legyen a magam verésed, hogyha azonnal meggyógyítanak. Jó, szerencsére azonnal meggyógyítottak. Szóval nem vagyok rightful is. Hát, ja, az vagy igazad van. Bjarmalandból kéne terület, és akkor Mazúria, és akkor meglapítanám Litvániát, és akkor Mazúria is csatlakozna. És hogy téged megtámadnálak pár területért, egy ilyen... tényleg van ilyen Hollywood for Kingdom dolog. Azt majd el kéne lőni valakire. Ezek keresztények, ezek nem, tehát például a sápmihez felmehetnénk. Egész sápmit elfoglalni. Vagy... közben elkészült egy könyv. Intrigue Lifestyle Experience. Jó, ezt most nem használom, de jó tudni, hogy itt van. Szóval ez az egyik lehetőség. Mondjuk ezzel nyernénk a legtöbbet szerintem. Bár dühös embereket is kapnék az arcomba. Szóval annyira nem lenne jó, de értitek. Jó lenne az attól függetlenül. Milyen az egészségem most így, hogy elkezdtem learninges dolgokat tanulmányozni? Fine. Oké, akkor fine. Szóval Bjarmalandot meg tudnám támadni simán Hollywood for Dutchy-ért. És akkor mondjuk mennénk... nem tudom, igazából bármiért. Jó, nem bármiért, mert ezek kevesek. Olyanért, ami kettőt ad. Két területet. Mondjuk ez ad négyet, és ez Litvániának számít. Ebből a négy területből négy. Tehát akkor Bjarmalandot úgy kéne megfogni. Az ez egyik opció. Hollywood for Dutchy. Latigallians. Igen. És akkor ő... Mazúria meg akkor onnantól kezdve önként is dalolva csatlakozna hozzám. De akkor előtte már érdemes szerintem előni ezt a Hollywood for Kingdomot sápmiért. Csak hogy kicsit arrafelé is menjünk. Az más kérdés, hogy nem lesz egyszerű majd ezt egyben tartani. Főleg a fiamnak, de hát ez majd legyen a fiam problémája. Mizu? Card Artifact? Ja, elkészült a könyv. Igen, tudok róla. Nagyon örülök neki. Nagyon szép könyv. De hogy most nem fogjuk kirakni, az biztos, most egészen másra van szükségem. Nem egészen másra, mert egy másik könyvre, de still, ez egy másik könyv, nem ez a könyv. Közel van a főváros, és az lenne ugye a cél, hogy azt ledúrjuk. 42 napig tart, még felállítja a sereget. Oké, ezek elég sokan vannak. 32 nap, come on! Gyerünk srácok, most már elvileg jobbak vagyunk, jó, ennyi elég lesz. És akkor induljunk el azonnal. Én magam vezetem. A sereget, és az erdőben fogok rájuk támadni a 8000-es hadra. Oké, bejön segíteni a haverja, de a sápmi király nincs közöttük, úgyhogy ez azért némileg szomorú. Szerintem nincs közöttük, mert azzal tök rövidre tudtam volna zárni az egészet. Mesuclia under siege. Az micsoda? Hoppá. Na várjál, figyelj. Azt szerint most ilyen nagyon okos voltál mi. Most figyelj, öcsém. Ide le tudom rakni.
Mert hogy vannak még összeszedetlen katonák, ilyen pár tízezer, hát nincs pár tízezer, 9000 összeszedetlen katona, de azok simán oda tudnak menni, és oda tudnak lépni nekik. Akkor is, hogy nincsen közöttük menet arms, akkor is nagyon simán megverik őket. Valószínűleg. Fickó Philip. Tudom, mire van szükséged, egy kis ivásra. Nem arra volt szüksége. Hát ez kár. Ez nagyon szomorú. Lesz benne egy darab lovag, az már jó. És már most összegyűltek annyian, amennyi bőven elég, úgyhogy induljatok el, ez egy jó paraszti haderő. És elkészült Rikeres Crown, ez amúgy nem rossz, ez így feltétlenül, ez így tök jó korona, csak hogy nem jobb korona, mint az én Uber Franco koronám, ami meg nagyon jó korona. A Reichskronénál azért nem jobb. Ezt be kell látni. Vajon ő segít a haverjának? Valószínűleg nem. De igen! Na, tökéletes. Akkor ez egy szép győzelem. 34% itt. Gondolom, akkor most haladni kell előre, és akkor mindent be kell venni. Amit csak tudok. Van itt egy erőd, meg ott. Szerintem ezt ketté lehet nyugodtan kapni. Ezt a sereget, és akkor te menj oda ostromolni. Nem, mert akkor 13 hónapig tart. Jézusom, akkor haladjunk. Viszont ti egész biztosan be tudtok ide jönni ostromolni Ouluba. Remélem. Remélem ez egy teljesíthető feladat. Egy csomó asszonyt lehet kiengedni. Jó sok pénzért, és közben ugye meghalt a food taste-től, emiatt kicsit mindig aggódok. Véletlenül nem azért halt meg, mert meg lett mérgezve egyébként. Hol is van? Kaptam erről? Itt nincs értesítés, az érdekes. Pedig nagyon megnéztem volna. Most már így nem fogom itt kideríteni, hogy ki volt az. Ki volt a kajakóstolom, és akkor így nem fogom kideríteni azt sem, hogy hogyan halt meg. De kell egy új kajakóstoló. Gremislava Mikhailovics. Ő az, aki parasztokból készített könyvet. Értem, gondolom. Készülnek az ostromok? Itt ez valahogy tengerre szállt, nem tudom mi az elképzelésen, és utolérni nem tudom. Úgyhogy akkor menjünk oda ostromolni, gondolom. És majd visszamegyünk. Valószínűleg be akarja venni itt a fővárosát. Vagy valamit vissza akar foglalni. Te miért nem ostromolsz itt? Ja, mert ez az nem ellenséges terület. Akkor viszont tegye magamnak, vagy tegye nekem egy szívességet is. Menj, ezeket öld meg, akik itt vannak. Most van rajtuk egy elég durva partra szállós penalty, ami nem tudom ki fog-e még tartani addig. Nem tartott ki, de ettől függetlenül szerintem ezt meg kéne tudni nyerni. Annak ellenére, hogy nézzétek azért itt vannak lesznek problémák. Most neveztem ki a Royal Architect-t, azt már is meghal. Mi a vihar? Nem már. Hát jó, nem vesztettem túl sok pénzt vele, mert nincs olyan kinevezési díj. Közben ezt a csatát elkezdtük elveszíteni, ez sajnos várható volt. Azért itt nincsenek menetármok. Jó, menjetek, vonuljatok vissza. Tudom, hogy nem neveztem ki az előbb az embert. Princess Mill szeretne elmenni Order membernek. Ez azt jelenti, hogy nem fogsz örökölni? Mert akkor abszolút. Jaj, de jó! Úristen, de jó! Hát láttátok ezt? Micsoda remek gyerek ez, önmagától vonult el a szent rendbe. Még csak oda se kellett neki lépnem az arca irányába. Te menjetek ide, verjétek meg azt, ti pedig ott, ide. És vegyétek be azt. Remélem mindenki tudja a dolgát. Őrült pénzeket lehet kihúzni a pápától ezen a ponton már. Nagyon durva. Éheznek az embereim, de szerintem ezt itt az egyszerűen a nagy számokkal ledúrjuk az arcukat minden további nélkül. Na, csúnya lenne, hogyha nem, egyébként. Hát amúgy kezd itt egyenlő lenni ez a buli. Ez itt csak azt mondja, hogy battle is even. De szerencsére pont úgy érnek be, hogy nem igazán tudnak mit csinálni. Jó, ez most kicsit necces volt egy pillanatra, de amúgy rendben lesz. Ez 5 hónap, és akkor 53%-on vagyok. Jó, és tudom, hogy nem neveztem ki udvari
építészt, mert nem kattintottam le. Ez a menü az annyira jobb lehetne egyébként. Most már csak average. De rossz. Ha már itt vagyunk, akkor vegyük be Mustasarit. És az Independence frakció az egy nagyon apiti. Igen, ezek nagyrészt svédek. Ahogy várható volt. Meg itt van egy Whiterass király, te új vagy? Te új vagy itt egyébként? Hattal növekszik a vélemény, hogy küldök pénzt. Hát az nem túl sok, lássuk be. Hattal, gyerek, normális vagy. Viszont vannak lányai, amiket ki lehetne házasítani. Rikvára, itt van Berta. Na például a... beházasítom én a fehér orosz házba. Mondjuk ennek a gyereknek nincsen felesége. Arrange marriage. Tessék, itt van a 28... a... mit tudom én... 28 éves lányom. Jó, legyen a 28, nem ő a court musicianem. Legyen a... mert van egy másik lányom is. Itt van, Berta. Ti egy korban összeilletek, és akkor így, hogy megszületik közöttünk a szövetség, így pedig nem fog independálódni. Mondom én. Ő meg azt mondja, hogy hát de hogy nem? Viccelsz te? Nem igazán értem feltétlenül, hogy miért nem lettünk szövetségesek amúgy, bro. Mert földje van. Most viccelsz te velem egyébként. Jó, te ki vagy? Te vagy az akvitániai gróf. Neked van... neked is van egy fiad. Na jó, akkor próbáljuk meg vele is. Arrange marriage. És akkor van még nekem egy lányom. Ott van a Duchy of Aquitania. Jó, oké. Tök mindegy. Mondjuk fel tudom bontani a házasságot. Na, haza is mentek a frakcionisták, szuper. Majd össze fognak állni egyébként, amint itt megnyerem ezt a háborút. Mert ezeknek sem tetszik valószínűleg túlságosan, hogy én itt vagyok. Anatomical studies! Let's go! Elkezdünk túlélni, vagy valami ilyesmi. 3 hónap, 78%. Valószínűleg kell majd még ez az ostrom is, ez nem tudom, hogy elkészül-e. Valószínűleg... talán. Ez az ötletem. Ez elképzelés. Szóval akkor neked van a fiad, és akkor ezt fel kell bontanom. Break Bad Throat-től. Hát sajnálom. Apu mérges lesz, meg minden, de... igazán, tehát hogy nem érzem fairnek, ami itt történt. Úgyhogy ezért bontottam fel. Te megint nem ostromolsz, mert megint olyan helyre raktak, ami nem vár. Nem tudom, annyira megzavar ez itt. Akkor mennyit csatázni? Gondolom. Ez megvan 86%, az még nagyon messze van. Hoppá! Itt vannak gondok. Tudom, amúgy mennyi éjszakra vagy valami, ha van kedved. Jézusom, akkor ne oda, akkor ide. Ide. Azt el kéne ott kapni, mielőtt még bármit is csinál. Nem szeretik itt éjszakon háborúzni, meg harcolni, meg mászkálni, mert a világ összes ideje rámegy ezekre. Ugye borzasztó nagyok a provinciák. De egyszer kell megcsinálni, aztán utána már meg vagyunk vele. Jó, elmenekülni nem tud. Az ideális, mondjuk őt jobb lett volna elkapni. Mennyit szerezhetünk még csatányelésekből? Elvileg eleget? Memories remain, megint meghalt valaki, kunizza, istenem. Az állandóan stresszelek, mintha nem lenne holnap. Viszont a háború meg véget ér. És akkor itt mindjárt lesz rendezni való, főleg mert 27/8-ra felment. Ja, itt most megkaptam az északi területeket. Igen. Azokat mindjárt kiosztogatom, mert ez így nem élet. Vagy lehet, hogy a két rossz két rész között fogom kiosztogatni. Viszont muszáj vagyok elmenni vadászni, hogy kicsit ledúrjuk a stresszt. Jó, akkor viszont ezt most én kiosztogatom, és akkor a következő részben találkozunk. Köszönöm szépen a figyelmet, folytatjuk holnap. Sziasztok!